Jelmezbe öltözött gyerkőcök izgatottan várták a koncertet. Most a Kodály Központ földszinti nézőterén a Halloween tököt szimbolizáló sárga színű babzsákokon ülhették végig a halloweeni koncertet. Megbízott koncertmesterként dolgozik Matuska Réka hegedű művész a Pannon Filharmonikusoknál. Az évzenekari művészet címet is ő érdemelte ki. A fantasztikus filmzenékre saját két kisgyermekét is elhozta. Igen, ez egy nagyon kedves és nagyon sikeres kezdeményezés, ez a Fantasztikus Klasszikusok sorozat. Ez egy kicsit mindig, hogy is mondjam, kézzelfoghatott, közvetlenebb koncert, ugye nyilván gyerekeknek szól elsősorban, és itt belefér egy kis poén, egy kis lazaság, egy kis kötetlenebb kapcsolata nyilván a közönség és a zenészek között. A végén egyébként fel is jönnek majd a színpadra, és köztünk tudnak ott mozogni, hangszereket próbálni. Most a gyerkőceink is itt lesznek a koncerten, akik már borzasztóan várták, hogy egyrészt minket is megnézzenek, hogy hogyan fogunk kinézni Halloween jelmezben. Azért nem is tudom, hogy volt-e ilyen a koncertsorozatok között, ahol ilyen klasszul be kellett öltözni. Azt hiszem, talán volt Farsangkor, és hát ők is beöltözhetnek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon jó pofa koncert lesz ma este, úgyhogy ezt így személyesen édesanyaként is vártam, és koncertező művészként is. Teremi Dáriusz karmester vezényelte az este produkcióját. Nem idegen számára ez a fajta zenei esemény, hiszen tavaly volt itt először dirigálni a zenekart, szintén a Halloween esten. Ilyenkor mindig kész műsor fogad, de nagyon tetszik az összeállítás, hiszen a mesefilmek és népszerű zenék mellett klasszikus darabok is sorra kerülnek. Szerintem ez nagyon jó arány, hogy próbáljuk a gyerekeknek az igazi klasszikus zenét is megmutatni. A zenekarnak van egy különleges családi légkör, ami a közönséggel együtt kiegészülve még otthonosabbá teszi ezt a koncertet. Harmadik évad óta zajlik a Fantasztikus Klasszikusok sorozata Pannon Filharmonikusok rendezésében. Ennek Horváth Krisztián karnagy, zongora művész zeneszerző a házigazdája, a szómestere. A Halloween jegyében a fantasztikus filmzenék elnevezést kapta az este. Nem csak arról van szó, hogy itt a zenéket eljátsszák a zenészek, mint egy normál koncerten, hanem van azért egy kicsi magyarázat is ezekhez a zenedarabokhoz, mint egy hidat képezve a klasszikus zene vagy a komoly zene és a fiatal hallgatóság között, akik ugyebár még sulisok, általában inkább általános iskolások, de azért néhány középiskolás is előfordul, és nekem pedagógusként is az a feladatom, úgy egyébként a civil életben is, hogy ezt a hitat felépítsem, és építgessem, és karban tartsam, és hát ez itt aztán egy különleges alkalom arra, hogy mindezt élő zenével ugye meg tudjuk tenni. Ismeretterjesztés, poénok, hangszerbemutató és motiváció a gyerekek zenehallgatásához, illetve azért, hogy a gyerekek tanuljanak zenét. Az is a feladatom, hogy ezeket a műsorokat én összeállítsam, és hát a mai koncert ugye már a Halloween jegyében zajlik, pont ezért van ez a maskara is, illetve itt az egész Kodály Központ most fel van díszítve fényekkel, itt biztos nem lehet hallani, de ilyen ijesztő, atmoszférikus zene megy, és ezzel várjuk a fiatal közönséget, reméljük, hogy nem lesz túl ijesztő ez nekik,
és valahogy azért erre a Halloween-ra, illetve hát a magyar megfelelőire, a Mindenszentekre, Halottak napjára is szeretnénk reagálni, akár egy Beethoven zongora verseny második tételétől kezdve, akár a filmzenékig, és itt a filmzenéken lesz a hangsúly, hiszen az összes muzsika valamilyen filmben megtalálható, a klasszikus része, illetve természetesen lesznek olyan muzsikák, amik eleve filmzeneként készültek, úgyhogy nagy izgalmakkal várjuk. A klasszikus zenetörténetben pedig bőven van muzsika, ami erre megfelel, tette hozzá Horváth Krisztián.